Sziasztok, üdvözlök titeket a Bögre legújabb PV péntek videójában, és folytatjuk a menetelésünket az ABC-ben, a B betűnél tartunk, és ami most következik, az Bastion, aki én nekem vannak problémáim vele, főleg azért, mert most a metát szerintem eléggé felrúgja. De ez nem is a lényeg, nem ezért vagyunk itt, hanem hogy beszélgessünk Bastionről, és nézzünk róla pár gameplayt, mert amúgy játszani jó vele, rátszani szörnyű ellene, de megvan ellene is a megfelelő ellenszer. Na de, miről is van szó? Bastion, ő technikai egy tank, mármint hogy konkrétan egy tank, egy harci tank, ami képes így két lábon mászkálni is, de amúgy damage hero-ként tartja számon őt a játék. Két konfigurációja van, az alap az az, hogy ő sétál és megy és fut és lő, és nagyjából itt kb. Olyan erősségű a lövése, meg a sebzése, meg a sebessége, mármint a lövési sebessége, mint Soldiernek, szóval nem olyan rossz konfiguráció ez. Viszont amire elsősorban használják, illetve ami a legerősebb, legimbább, az az őrzővédő konfiguráció, mikor azért cserébe, hogy nem fog tudni mozogni onnantól kezdve, le tudjuk tenni a segünket bárhova, és onnan elképesztő damage-est szórni mindenkire, aki szembe jön. Egy gomb megnyomása után már is átválhatunk ebbe a funkcióba, és ez azért is nagyon jó, mert innentől kezdve, hogyha mondjuk egy pajzsos karakter véd minket, akkor elég durván lehet kombózni az ő képességeiket. Van neki emellett egy self-repair képessége, azaz ő képes magát gyógyítani az idő elteltével, tehát nem azonnal történik a gyógyítás, hanem szépen nyomva kell tölteni a jobb egér gombot. Ez mindkét konfigurációban lehetséges, és eközben nem tud lőni, nyilvánvalóan. Miről pedig még beszélni kell, az maga az ulti, aminek szó szerint az a neve, hogy tank. Ilyenkor Bastion átváltozik egy lassú lövésű, viszont nagy sebzéssel rendelkező tanká. Ráadásul viszonylag mobilis is ez a tank, lehet vele ugrálni meg minden, és splash damage-el rendelkezik, szóval tömegoszlatásra igencsak alkalmas. Nagyjából szerintem ennyit kell tudni Bastionről, mielőtt belevegyük magunkat a harcba, úgyhogy lássuk is, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Itt is vagyunk tehát, és nagy reményekkel vágunk bele az alap skinnel Bastionbe, majd egy ponton talán kétszer is le fogom cserélni a skint, de ezt majd meglátjátok. Szerintem Bastionnek elég király skinjei vannak, de az első pálya az Dorado, nem mintha a skinnek bármi közel lenne ahhoz, hogy melyik pálya jön, és rögtön át is váltok a másik fajta harci állásba, talán így lehet mondani. Bastion szerintem akkor a legjobb, amikor az ember el tudja nagyjából egészében találni, hogy itt most úgy tűnhet, hogy én lőttem le, de nem én lőttem le. Berobbantotta és lelőtte est, vagy leölte vele est a Junkratnek a speciális képességével. Szóval, illetve hát az ultiában. Szerintem Bastionnél az a trükk, illetve az a taktika, és az a nehézség benne, hogy eltalálni, hogy pontosan mikor, melyik konfigurációra van leginkább szükség. Látjátok, hogy ez a konfiguráció, amikor csak simán megülök, akkor az nagyon-nagyon-nagyon sokat sebez. Ez majd később is nyilvánvaló lesz. De tudni kell azt, hogy mikor álljon fel az ember, és mikor húzzon el a francba, hogy tudjon gyógyulni. Ez talán ez a legfontosabb képesség a Bastionnél kapcsolatban, illetve az, én úgy érzem, hogy az ő ultija egy picit, nagyon-nagyon picit trükkösebb, mint más multia. Tehát nem arról van szó, hogy na, itt például egy nagyon jó pont fog jönni, amikor sikerül egész durván megrövidíteni az ellenfelet azzal, hogy beültem oda fel. Jó, ez még nem volt annyira durva. Lesz ez még jobb is. Bastion elég gyorsan átteszi magát a pajzsokon például. Én azt találtam, hogy Reinhardt pajzsát nagyon gyorsan át lehet vele ütni. Tehát alapvetően a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mikor adhatjuk fel a mobilitásunkat azzal, hogy mondjuk lerakjuk magunkat és leülünk. Nyilván ez sokkal könnyebb, hogyha az ember hajlamos vagy hajlandó kombózni más játékosokkal, és Bastion elképesztően jól működik sajnos mindenki ellen, aki egy kicsit is van egy kicsi pajzsa is. Nyilván Orisa a legdurvább, és szerintem mostanában nagyon sokat láthatatok ti is olyat, hogy ha játszotok a játékkal, szerintem játszotok. Mindjárt visszatérünk, csak itt elkapok egy Junkratet. Meg is van a Junkrat, onnan dobálta lefelé a golyóit az idióta. Tehát sokat láthatatok esetleg olyasmit, hogy egy Orisa pajzs mögött ücsörög egy Bastion. És ez nagyon gyakori konfiguráció.
mert alapból nehéz áttörni a pajzsot, Orisza pajzsát, megkerülni problémás, sőt sokszor szinte lehetetlen, viszont közben, miközben bárki próbálja támadni ezt a konfigurációt, addig nagyon durván le lehet őket mészárolni azzal a sheer firepowerrel, amivel Bastion rendelkezik. Közben itt sikerül bevinni, nem is vagyok biztos, mert overtime-ban vagyunk, és óriási harcok küzdenek a payload körül, és viszonylag még messze vagyunk, mert nem messze, de még azért meg kell tenni néhány métert, bizonyos távolságot. Gyakran szoktak egyébként a Bastion-nel így felülni szépen a payloadra. Az egy dolog, hogy viszonylag kényelmes hely, jó érzés ott ülni, és nagyon jó sok mindent el lehet onnan találni, meg be lehet látni a környéket. Nem a legkiválóbb. Itt közben egy ulti. Lássuk, hogy sikerül ez az ulti. Hoppot, rögtön sikerült találni valakit, meg le is ölni. De amúgy az ultik nem igazán mennek. Igen, erről kezdtem el mesélni az előbb. Csak aztán közben jöttek egyéb más gondolatok. Szóval az a baj azzal, hogyha felül az ember a payload tetejére, hogy elképesztően sebezhetővé válik. Itt pedig egy, hát triple killnek veszi, de aztán egy negyedik is összejön még. Ez egy viszonylag jól sikerült kör volt. És akkor az ultiról, ha már az előbb sikerült viszonylag kicsit beégni vele, de higgyétek el, hogy a nagyobb beégéseket azokat mind kivágtam gondosan. Tehát az ultival az a probléma, és azért érzem, hogy gyengébb ez az ulti, cserébe azért, mert az általános firepower-a erősebb, mert viszonylag jól kell vele célozni. Tehát hogy néz ki például a Soldier 76 ultija? Egyszerűen csak követed nagyjából a karaktereket, és akkor elég könnyű eltelni vele. Itt az előbb leszedett engem egy Bastion, látjátok, ők is hoztak egy Bastiont, és be is rakták oda, de aztán utána a Bastion nem figyelt, és ki tudtam szedni onnan, ahol ő leszedett, főleg azért, mert a Mercy szépen visszaélesztett. Szóval kösz Mercy, király vagy, innen is megköszönöm. Vagy hogyha már ultiról beszélünk, ott van Junkrat ultija, aki egyszerűen csak bedobja, keresse egy nagy tömeget, oda bedobja magát, és kész. Díva hasonló. Na most ezzel szemben Bastionnel viszonylag célozni is kell. És ez elég para. Mert igaz, hogy van neki splash damage-e, de nem olyan jelentős. Hogyha az arcba tudod küldeni ezeket a golyókat, mint mondjuk én most megpróbálom, akkor nagyon hasznos, és nagyon erős, és amúgy is nagyon sok életet levesztett. A legtöbb karaktert még akkor is leveszik kettőből, hogyha nem teribe találod. De amúgy nem vagyok teljes egészében kibékülve ezzel az ultival, de mondom, megint arról van szó, ott azt elszúrta a Bastion, megint nem figyelt. Ez egy viszonylag figyelmetlen Bastion, de aztán utána új eljesztés után megpróbál elmenekülni, és megint nem engem lő. Igazából nem tudom, mi volt itt a Bastionnek a gondolata. Nem igazán volt ott fejben, hogy mégis mi lenne a legjobb elképzelés. Na itt például egy tank karaktert sikerül 3-ból leszedni, de azért, mert az egyik mellé ment. Azt megint nem én tudtam megakadályozni a Junkratnek a csúnyaságát, annyira nem, hogy ő maga is velem is elbánt. Igen, nagyjából ez az, amit haza lehet vinni ebből a történetből, mint tanulság. Elértük közben, már rég túl vagyunk a második checkpointon is, illetve az első checkpointon, és már overtime alatt, de végül úgy tűnik, hogy sikerül betolni a payloadot. És ezzel megszerezve a napi első győzelmünket. Hurrá! Éljen! Látjátok, hogy nem a legskillesebb karakter ever, akivel valaha találkoztak, vagy találkoztathattok, vagy találkoztok, és ezért nagyon népszerű is. De elég sok ellenszere van. Tehát annak ellenére, hogy mondtam, hogy túl erős, meg túl OP lett, annak ellenére azért meg kell hagyni, hogy van ellenszere, és ha csak nem tökéletes az elhelyezése a Bastionnek és az Orisza pajzsának, vagy pedig előtte Reinhardtnak, akkor le lehet szedni viszonylag könnyen. Ezekre inkább az ilyen melee karakterek, főleg a gyors melee karakterek az alkalmasak. Például, hát gondolom Tracer is valahogy megé lehet kerülni, bár ő nem számít melee karakternek, mert miért számítana annak. És nem is Winzonra gondolok, aki most éppen próbálkozik itt, de őt is sikerült hamar leszedni. Akivel nekem meggyűlt a bajom, és szerintem fogtok erről majd felvételt is látni, az inkább Genji.
Ez Genji-vel volt az, hogy Genji megjelent, és én már készítettem a respawnolásra a lelkemet, mert egészen biztos volt, hogy én Genji-vel nem tudok elbánni, mint Bastion. És Genji be tud kerülni elég gyorsan a vonalak mögé, úgyhogy... ja, ez para. Amiről még nem beszéltem, az Bastionnek a gyenge pontja. Mert hogy van neki. Amikor a sentry konfigurációban van, akkor itt közben átveszik a B pontot, az ellenség átveszi a B pontot sajnos. Szóval amikor sentry konfigurációban van, akkor a nem ez, hanem a másik. Akkor csak leszedni a másik Bastiont. Szóval, akkor ő neki hátul eléggé sebezhetővé válik hátulról. Lesz egy ilyen kékszínű, ragyogó rész, elem a hátulján, ami kb. Normál sebzést ad. Mármint, hogyha ott lövöd, akkor nagyon gyorsan el lehet szedni. És ezért mondom, hogyha bekerül mögé igazából bárki, aki sima DPS karakter, akkor nagyon könnyen le tudja szedni. És a legtöbb pálya egyébként lehetőséget ad arra, hogy le tudjátok szedni. Itt közben pedig az arcomra robbant egy Junkrat, és látom három embert is vitt magával, úgyhogy very well done. És ugyanez a Junkrat, most itt emberkedik, de ezúttal sikerült megfékezni. Tehát viszonylag könnyen le lehet szedni azért ezt a legtöbb esetben azért ezt a Bastiont, persze nem azt mondom, hopp, ott egy újabb ulti ment a levesbe, Reapernek az ultia. Nem azt mondom, vannak olyan bája szakaszok, ahol, hogyha beáll egy Bastion és elé raknak egy pajzsot, akkor azt mondaná, hogy nem lehet kiszedni gyakorlatilag. És ezt megint úgy mondom, hogy kis csillaggal, mert igazából nincs olyan, hogy nem lehet kiszedni, mindenre megvan az ellen... mindenre megvan az ellenpont ebben a játékban. Például, hogyha már minden kötél szakad, akkor azért be lehet vetni akár az égből is karaktereket. A repülő karaktereket. Mert hogy olyanok is vannak, és előbb-utóbb velük is találkozni fogunk. Itt sikerül a flankelő Reapert elkapni. Egyébként én kifejezetten szeretek flankelni ezzel a karakterem, meg úgy általában az összes karakterrel szeretek flankelni, mert erre nem nagyon számítanak. Számít az ellenség. Hopp, ott a Bastion elkezdett engem lőni, de végül gyorsan sikerült reagálnom, és annak ellenére, hogy újraélesztették, nem tudta visszaadni azt a támadási erőt, amit az előbb még bemutatott. Szóval nagyon szeretek vele flankelni, és majd láthatjátok is, nem számítanak arra a legtöbb játékos, hogy valaki érkezik oldalról. A mezei játékosok nem számítanak rá, amikor meg mégis, akkor... hát akkor így jártam. Nagyon sok sebzést lehet bevinni ezzel a Bastionnel, láthatjátok, én most is nagyon sokat sebzek vele. Más kérdés, hogy nem mindig sikerül befejezni a sebzéseket killel, de azért legtöbbször igen. Itt egy nagyon érdekes helyzet lesz. Úgy tudom sebezni a szerencsétlen Bastiont, hogy igazából nem is volt rálátásom, csak a fegyvérnek a tüzére volt rálátásom, és így is engedte a játék, hogy sebezzem. És a nyomorult belőtte az ő kis ultiát, hogy megállítson. De végül valamiért meghalt, nem vagyok benne biztos, nem figyeltem az előbb most, hogy kiölte meg végül, mert nem én, csak lesebeztem a nagy részét. Hát igen, ott volt egy újabb Reaper ulti, ami nem feltétlenül úgy sült el, ahogy a Reaper szerette volna, de... Istenem. Na, egyelőtt nagyon jól adjuk a pontot, a harmadát sikerült teljesíteni az ellenségnek. Abból, amit ő szeretett volna, tehát a B-pontnak az elfoglalásából, és 8 másodperc van hátra. Ugyanannan próbálkozik mindig a Bastion, ez nem a világ legjobb ötlete soha. Közben jön egy újabb Junkrat valahol, és mint hogyha pont sikerült volna leszednem. De ebben nem vagyok biztos, de én úgy láttam, hogy pont sikerült leszednem a Junkratet ultizás közben, mert ez azért szép próbálkozás volt. Jön is rögtön a visszavágó, ugyanaz a pálya. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek, úgyhogy most megnézzük ugyanazt a pályát a másik oldalról, hogy innen hogyan érvényesül Bastion. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy Bastion azért multifunkciós karakter, és a legtöbb karakter úgy működik az OV-ban, hogy lehet vele támadni és védekezni is, Bastion nem a legjobb a támadó pályákon. Itt például ahhoz, hogy áttörjük ezt a védelmet, ami általában ezen a choke pointon kialakul, ahhoz az kell, hogy le tudjam rakni a fenekemet valahova, ahonnan rálátásom van az ellenségre, viszont nekik is rám lesz rálátásuk. Tehát eléggé parás ez a dolog, hogy most akkor így
mennyire használható. Hopp, hogy megpróbálta a Roadhog engem közel húzni magához, és meg is tette, viszont nem tudott végül velem elbánni. Szóval igen, végül túljutottunk ezen a chokepointon, és elég durván sikerült lemészárolnom mindenkit, aki az A ponton ült. Úgyhogy ez most viszonylag így jól alakult. Még egy dologról nem beszéltem egyébként a bemutató videóban. Azért jó, hogy amúgy van egy ilyen, vagy a bemutató részében a játék, a karakternek. Azért, hogy először van egy ilyen bemutató rész, mert az utána lévő negyed órás 20 perces sectionben eszembe jut mi az, amit amúgy kihagytam, pedig fontos. Például azt, hogy, és azt szerintem láthatjátok is majd a felvételem, hogy a Bastion nem rendelkezik fejlövéssel, nem tud fejlövést végezni, amikor ilyen módban van. Tehát amikor csak ül és úgy lő. Sima módban tud fejlövést, ami ugye increase damage, viszont amúgy meg nem képes rá. Ami végül is nem egy nagy varázslat, meg nem egy nagy veszteség, hiszen elég erős úgy önmagában is, anélkül, hogy mindenfajta fejlövést végezne, talán ez egy kicsi nerfelésnek fogható fel. Na most én nagyon sok olyan lesz, amit kivágtam, illetve úgy képzeljétek, hogy a következő nem tudom hány perc eseménye, nagyjából két perc eseményei, azok mind arról szólnak, hogy Balázs felfut, Balázs nem próbál szemből támadni, és Balázs leszedik. Itt egy nagyon durva védelmet sikerült összerakniuk, és nagyjából arról van szó, amit mondtam is, hogy fogtak egy orisszát, beraktak oda neki egy pajzsot, itt előjön egy majom, a majom aztán pedig visszavonul, de hiába fut, úgyis elkapjuk. Szóval beraktak oda egy Orissa mögé egy Bastiont, és még számos karakter, például egy díva is van ott, ha jól látom. Azért nagyon durva az a támadás, illetve az a védelem, amit most megpróbálnak összehozni. És ugyan van nekem tank konfigurációm, azzal viszont az a probléma, hogy nem sokat ér a pajzs ellen. Tehát a tank konfigurációnak a lövése, mint hogyha kicsit kevesebbet sebezne a pajzs ellen, mint az úgy egészséges lenne. És látszólag nem tudjuk áttörni azt a pajzsot. Annyira nem tudjuk áttörni ezt a védelmet, hogy látjátok, hogy már a spawn körülre jöttek elő az ellenfél játékosai. És ez nagyon-nagyon sokáig tart. Tehát most telt el, amikor mondtam, hogy mostantól indul ez a rész, akkor voltunk 4 és fél percnél, most van 2 és fél percnél. És ott sikerült találnom a lyukat a védelemben, de sajnos nem volt elég, és valószínűleg nem is jól lőttem el, mert nem sebzett annyit, amit szerettem volna. Minden eset azért sikerült valakit leszednem ott egy százassal, tehát egy full kill volt az enyém, illetve a majommal is meg kell küzdenem. Itt éppen pontos láthatatok egy másodpercet felvillanni a fejlővésnek a jelzőjét, az indikátorát. Tehát most innen próbálom elkezdeni lőni, és ott sikerült leszedni az Orissát, amit azonnal újjáéleszt a Mercy, mert még az is ott van természetesen, hogyha nem lenne elég az a mostani konfiguráció. Egy Mercy is megjelent. És itt valószínűleg jobbra kellett volna fordulnom. Igen, ott nagy segítség az, hogy jobbra fordulok, de inkább úgy gondoltam, hogy akkor most próbálkozom a flankeléssel. És nem is sült el rosszul, hiszen benn vagyunk a ponton, sőt az egész csapat benn van a ponton. Gyakorlatilag egy hiba, vagy egy jó játék miatt sikerült áttörni az egész védelmet. Mindenki a ponton van. Aztán már is megjelenik megint a csibet csapat oldalról, érkezik, és engem le is szednek, és úgy tűnik, hogy ez ennyi is volt, hiszen azonnal ki tudnak támadni. Nem tudom, hogy pontosan ki szedte le az összes többit, de ez egy nagyon érdekesen váltakozó meccs volt. Úgy tűnt az elején, hogy mi fogunk nyerni elég könnyen, aztán a középső fázisban nagyon behágyazták magukat, köszönhetően ennek a elég erős konfigurációnak. És aztán sikerült áttörni egy pillanat alatt, gyakorlatilag fél perc alatt áttörtük a védelmet. És aztán látjátok most itt, hogy mennyire nem sebzi a pajzsot az én lövésem. És aztán viszont azonnal visszapussoltak minket, ami is vezetett a vereséghez. Hát igen, ez egy ilyen sztori. És amúgy viszont van majd pozitívum is ebben a mai meccsben, vagy ebben a mostani meccsben, igaz az, hogy nyom a play of the game. Azt hittem először, hogy azt fogja annak venni, amit a végén csináltunk, de végül úgy döntött, hogy ez lesz a play of the game, amiben leszettem 2 sima DPS és egy tankot. Itt pedig a rózsaszín skin, amire még nem utaltam, de
tök menő skin szerintem. Én nagyon szeretem ezt a rózsaszkin, Bastion skint. És a harmadik skin, amit pedig használni szoktam, az a Bioshockra emlékeztető skin. Azt láthattátok, itt egy nagyon durva Roadhog, nagyon gonosz, nagyon proli. De mindegy, szóval, de amúgy visszaköszönt. Azt láthattátok a bemutató részében a videónak. Na jó, szóval Volkswagen vagy valamilyen Industries, az oroszok, az Oroszországba érkeztünk ezúttal szeretettel, és itt ezen a pályán az egyik kedvenc taktikám az az, hogy szépen besúnyogni oldalt, hogyha olyan karakterrel vagyok. Hopp, ott van fent egy Ash, akire nem igazán figyelek, és el is kezd lőni, úgyhogy gyorsan vissza is vonulok, és sikerül megnyújtanom magam. Szóval nagyon szeretnék itt besúnyogni, hogyha olyan karakterrel vagyok, de hogyha nem olyannal vagyok, akkor is néha megpróbálkozom vele. Majd talán ezekben a meccsekben láthatjátok, hogy mennyire hasznos taktika az, amikor az ember egyszerűen csak, hát nem is taktikának mondanám, miközben éppen, hogy megúszok egy ultit. Szóval nem taktikának mondanám, hanem annak, hogy Bastionnél az a egyik főszabály, hogy csak le kell ülni és nyomni a lövés gombot, és minden legnagyobb rendben lesz. Ez nagyjából itt sokszor elő is fordul, hogy csak lövök nagyjából abban az irányban, merre szerintem van ellenség, és sikert érek el vele. Na itt van az a flankerés, amiről beszéltem, illetve a besúnyogás a pontra, amit igazából nem tudom, hogy váratlanul jött az ellenfelet, vagy ténylegesen leszették a többiek, de aztán megjelenik Symmetra, megjelenik Reaper, és úgy látszik, hogy mindenki megérkezik szépen lassan, miközben a spawn point felől jönnek a többiek. Tök lassan foglaljuk a pontot, de igazából mindegy, mert nincsen senki, aki megakadályozna minket ebben. Úgyhogy ez meg is van, ez is megvan, még sincs este. Aztán itt egy viszonylag ritkán szoktam ezt csinálni, de gondoltam for the funsies, ezután megpróbálom, hogy használom itt a platformokat, amik vezetnek be a gyárba, és szépen oldalról nézem, szintén egy olyan flankerés, hogy mi történik, csak aztán nem felejtek időben leugrani róla, ezért hiába ugye nagyon hasznos, amit csinálok, de annak ellenére azért mégiscsak szuboptimális. Na, itt végre viszonylag jól sikerült előni az ultit, hiszen hármat is, vagy kettőt is le tudtam szedni, plusz egy csapdát. Ha jól láttam, volt ott egy Junkrat csapdája. És ezzel gyakorlatilag nekem már fel se kell futnom, mert teljesítettük ezt a pályát. Egy easy win a végére. És ennyi is volt ez a mai videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett. Ez Bastion, így kell Bastionnel játszani, csak sokkal jobban. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!